2021 van, még tart a pandémiás időszak, a művészek gyakorolnak, a szervezők koordinálnak. És önök, kedves nézőink, otthon a kanapé kényelméből figyelhetik a Filharmónia Magyarország streamjeit. Sokan dolgoznak azon, hogy önök tökéletes képpel, hanggal, vágott anyagban követhessék ezeket a csodálatos hangversenyeket, hogy közel hozzuk önökhöz a zenét. Tartsanak velem ezen a kis sétán, megmutatjuk, hogy hogyan születik ez a program. Egy hangverseny közvetítésnél talán a legfontosabb a hang, amit a technika és művészet összhangjának jegyében most a Pécsi Kodály Központ hangstúdiójában rögzítenek. Ahol nincs a helyszínnek saját rendszere, ott egy mobil stúdióban készül a hang, a hangmérnök és a zenei rendező segítségével. A közvetítőkocsiban a képek és fények szentélye a másik helyiség, ahol a képmérnök, a vezető operatőr és a világosítók hangolják finomra a képi megjelenést sok ezer extrém beállítással. Egyes zenekari totál. Az adásrendező nem csak hallja, de látja is a zenét. Hármas hét szólista lesz, szoprán és tenor. Felkészüléskor a partitúra társaságában hallgatja a programot, hiszen az élő adás alatt a kottát követve asszisztensével instruálja az operatőröket, készíti elő a látványt és választja ki, hogy önök mikor mit lássanak. Itt dől el, hogy mi kerül a képernyőre a teremben elhelyezett 7-8 kamera képe közül. Jó, és négyes jön, és gyere! Gondoljanak csak bele, milyen koncentrációt, gyors reakciót, összehangolt csapatmunkát követelez például egy sodrózene esetében. Az adott zeneműnek szinte a karmesterrel egyenértékű mély ismeretét követeli mindez a rendező részéről. Van, aki azon dolgozik, hogy a feliratok rendben legyenek, és önök például egy oratórium esetében követhessék a magyar szöveget. A koncert helyszínén a vezető operatőr a világosítók segítségével beállítja a kamerák és a művészek számára is ideális fényeket. A próba alatt minden előkészület megtörtént. A stáb felkészülten várja a koncert kezdetét. A ma este művészei, valamint a szervező Filharmónia Magyarország vezetősége és munkatársai nevében köszöntjük kedves nézőinket Hódmezővásárhelyről, a Besenyei Ferenc Művelődési Központból. A mai estét egy nagyszerű művész családdal, a Ránki familiával tölthetjük. A Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraművész házaspár 1985 óta rendszeresen koncertezik négykezes és kétzongorás művekkel. Ma este Liszt Ferenc műveivel várják a közönséget virtuális koncerttermünkben, és most már élőben is. Fiúk, Ránki Fülöp generációjának kiemelkedő tehetségű zongoraművésze, akinek játéka tovább emeli az est fényét. Kedves nézőink, szép élményt és jó szórakozást kívánunk! Good evening, ladies and gentlemen. In the name of tonight's artists and the organizer Philharmonia Hungary, I welcome you from the Culture Center of Hódmezővásárhely, Hungary. Tonight we are going to spend a piano evening with the marvelous Ránki family. Edit Klukon and Dezső Ránki have been performing regularly compositions for two pianos and four hands since 1985. Tonight they are welcoming their audience with compositions of Franz Liszt. Their son, Fülöp Ránki, one of the most outstanding pianists of his generation, is the guest performer of the evening. Ladies and gentlemen, we wish you a beautiful evening.
Thank you.
Kedves nézőink, a Ránki család zongora estjét látták, hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak, nem csak ma este, hanem az online közvetítések heteiben is. Várjuk Önöket további koncertjeinken, most már személyesen, a hangversenytermekben. A ma este művészei és a Filharmónia Magyarország vezetősége és munkatársai búcsúznak Önöktől. Jó egészséget és minden jót kívánunk. Dear guests, we have spent a wonderful evening with the excellent Ránki family. In the name of the artists and the organizer Philharmonia Hungary, I thank you for being with us tonight.